izgulok. Húzzak, húzzak bele, mi már 28 percem van? Új még nekem ez a helyzet. Fun with Geeks. Sziasztok, én Kaci vagyok, és ma az Elder Sign szabályait fogjuk megtanulni. Az Elder Sign egy erősen tematizált kooperatív kockajáték, ami az HP Lovecraft által megálmodott Arkham Horror világában játszódik. Az Elder Sign-ban minden egyes játékos egy-egy nyomozót alakít, akik a múzeum különböző szobáit fedezik fel, hogy az ott felbukkanó anomáliák Végére pontot tegyenek, és ezzel megállítsák a háttérben éppen ébredező mérhetetlen vént, mielőtt az elpusztítaná az egész világot. A játékot alapvetően kétféleképpen lehet megnyerni. Az egyik az, hogyha a nyomozók megakadályozzák, hogy felébredjen a mérhetetlen vén, a másik pedig, hogyha ez esetleg nem sikerülne, akkor kénytelenek szemtől szemben megharcolni vele. Ilyenkor is van még esély bizonyos ellenfelek ellen győzni. Azonban vannak olyanok is, akik erre abszolút nem adnak esélyt, és azonnal elveszítik a játékosok a küzdelmet. A mérhetetlen vének között akadnak könnyebb és nehezebb ellenfelek is. A játék során folyamatosan gyűlnek a végzett tokenek a mérhetetlen vén kártyáján, és amikor ezek betelnek, akkor kell a nyomozóknak szembenéznie a fő ellenféllel. A mérhetetlen vén ébredését a játékosok úgy tudják megadályozni, hogy összegyűjtenek megadott számú Elderszány-t. Ezeket a különböző helyszínek teljesítésével tudják abszolválni, és ha összegyűlik elegendő a mérhetetlen vén kártyáján, akkor a játékosok azonnal megnyerik a játékot. Minden nyomozónak három fő tulajdonsága van. A jobb oldalon feltüntetett életerő, a bal oldalon feltüntetett éppelmélyiség, illetve a speciális képesség, amivel a különböző akcióikat tudják módosítani. A speciális képességek mellett a nyomozók gyűjthetnek különböző egyszerű tárgyakat, speciális tárgyakat, varázslatokat, vagy akár különböző buffokat adó társakat is maguk mellé vehetnek. Ezekkel a tárgyakkal, varázslatokkal és társakkal általában a kockadobásainkat könnyíthetjük meg, de akár a szörnyekkel is leszámolhatunk, vagy más társainknak is segíthetünk játék közben. Minden nyomozó a múzeum bejáratából indul, és innen látogatják meg a különböző termeket, ahol feladatokat kell teljesíteniük. Ha sikerül egy termet teljesíteni, akkor azonnal visszakerülnek a bejáratba, ahol különböző akciókat egyébként végre is hajthatnak. Emellett a játék során nyílhatnak kapuk különböző világokba, ezeket is meglátogathatják a nyomozók. Ezek a világok elsősorban azért fontosak, mert itt találhatóak leginkább elderszájnok, -ok, amik ugye mértetlen vén legyőzéséhez szükségesek. Minden helyszínkártyán fel vannak tüntetve a különböző falatok, ezeket kell megdobnunk a kockával. Fel vannak tüntetve a jobb alsorokban a jutalmak, amiket megkapunk, ha sikerül ezeket a falatokat teljesíteni illetve a sorokban a büntetés is, amit elszenvedünk, hogyha valamiért nem jönne össze a kockadobás. Emellett a bal sorokban található szám mutatja, hogy hány trófát ér az adott helyszín. A különböző trófáinkból aztán később bevásárolhatunk a múzeum bejáratánál, vásárolhatunk belőlük tárgyakat, varázslatokat, vagy akár Elder is. Egy helyszín feladatainak teljesítéséhez a nyomozók 6 zöld kockával dobnak, de felhasználhatnak különböző tárgyakat is, hogy extra kockákat adjanak hozzá a saját kis pújukhoz, és ezzel növeljék az esélyét annak, hogy teljesítik a feladatot. Alapvetően kétféle helyszín létezik a játékban. Az egyiken általunk választott sorrendben teljesítetjük a különböző feladatokat, a másikon, ahol ezt egy kis nyíl is jelöli, ott pedig megadott sorrendben kell végrehajtanunk azokat. Amikor egy nyomozó megpróbál teljesíteni egy helyszínt, akkor fogja a hat darab kockáját és dob velük. Ilyenkor az eredményeket aztán leoszthatja a különböző feladatok teljesítésére egyszerre csak egy feladatot teljesíthetünk, így a kockáinkkal újra kell majd dobnunk később. Ebben az esetben például, hogyha a karakterünkkel ezt a helyszínt szeretnénk teljesíteni, akkor a megdobott eredményeket leosztjuk a feladatokra, és így ezt már abszolváltuk is a következő körben, már csak kevesebb kockával dobunk újra, és így próbáljuk meg a második feladatot is teljesíteni. Ha egy nyomozó rosszul sikerül, és emiatt nem tudja teljesíteni egyik feladatot sem, akkor egy kockát el kell hagynia, és így próbálkozhat újra. Ha egyébként dobott olyat, amit fel tudna használni a feladat teljesítéséhez, akkor ezt a fókusz képessége segítségével félreteheti, és ha a következő dobása esetleg úgy sikerül, akkor felhasználhatja ahhoz, hogy teljesítsen egy feladatot. Ha egy nyomozónak a helyszínen lévő összes feladatot sikerül teljesítenie, akkor megkapja magát a helyszínkártyát, amit trófeaként később felhasználhat illetve megkapja a jobb alsó sorokban található jutalmakat is. Ezek közt lehetnek a már említett tárgyak, speciális fegyverek, vagy akár elder -ok is, de az is elképzelheti, hogy nem minden jutalom jó dolog. Felkerülhetnek ilyenkor szörnyek is a táblára, amik vagy erre a helyszínre, vagy az ezt leváltó következő helyszínre kerülnek fel, amiket később felcsapnak a játékosok. Amikor egy nyomozó befejezte a körét, vagyis már mozgott, és megpróbálta teljesíteni a helyszínen található feladatokat, akkor függetlenül attól, hogy ezek sikerültek-e, avagy nem, három órával előreállítjuk a végzett óráját. Ez azért fontos, mert mindig, amikor ez az óra éjfélt valamilyen esemény történik. Ilyenkor húzunk új kártyát a mitosz pakliból, illetve a helyszíneken található speciális tulajdonságok is ilyenkor érvényesülnek. Ezek az esetek 90%-ában valamilyen negatív hatással sújtják a játékosokat, de olyan is előfordulhat, hogy ilyenkor nem szörnyeket, hanem extra tokeneket, kártyákat, vagy bármilyen egyebet húznak. Szörnyek általában különböző események hatására kerülnek fel a táblára. Ilyenkor vagy az előre megadott helyre kerülnek föl az egyes helyszínekre, vagy ha ilyen nincsen fönt a táblán, akkor egy a játékosok által szabadon választott helyre is felkerülhetnek. Egy szörny vagy kitakar egy másik feladatot, de az is lehet, hogy csak simán megnehezíti a játékosok dolgát. Ahhoz, hogy legyőzzünk egy szörnyet, teljesíteni kell azt a feladatot, ami a kis kártyáján szerepel. Ha egy játékos egy helyszínt meglátogat, és sikerül legyőzni egy szörnyet, de nem tudja teljesíteni az egész helyszín feladatát, a szörny legyőzésért akkor is megkapja az ezért járó tokent és a trófeákat. A szörnyek és különböző mítoszkártyák hatására a nyomozók különböző sérüléseket szenvedhetnek el. Ezek lehetnek fizikaiak, amikor az illetelékből veszítenek, illetve lehetnek mentálisak, amikor pedig a szennyéjükből veszítenek el egyet, kettőt vagy akár hármat is. Ha valamelyik nyomozó eléri a nullát, akár éppenmélyűségben, akár életerőben, akkor meghal, és a játékosnak egy új nyomozót kell választania, miután az összes kártyáját eldobta. Ilyenkor, amikor egy nyomozó meghal, egy DOOM token azonnal fel is kerül a mérhetetlen vén karakterlapjára, és hogyha ezzel telne be a karakterlap, vagyis felébredne a mérhetetlen vén, mér, akkor ez a játékos már nem éled újra egy új nyomozó képében, hanem azonnal kiesik a játékból. A nyomozók úgy tölthetik vissza akár az életerejüket, akár az éppelménységüket, hogy különböző tárgyakat vagy varázsdokat használnak, illetve ellátogatnak a múzeum bejáratához, ahol a trófákat elköltve visszatölthetik akár egyiket, akár másikat, vagy bizonyos számú trófáért, akár mind a kettőt is. A nyomozók alapvetően a hat zöld kockát használják a feladatok teljesítéséhez, ami négy különböző szimbólum található. Dobhatnak vele koponyát, tekercset, a terrornak nevezett csápokat, illetve a kis nagyítóval jelölt nyomokat is. A nyomokból egyes, kettes és 3-os is található. A feladatok teljesítéséhez ezekből a szimbólumokból kell egyet vagy akár többet összegyűjteniük, ehhez használják a kockákat. Emellett tárgyak és varázslatok segítségével felhasználhatják a sárga és a piros kockát is. A sárga annyiból jelent előnyt, hogy ezen nagyobb nyomszámmal dobhatnak, a piros kockán pedig egy úgynevezett wild card, vagy nevezzük jokernek szimbólum is található, amit bármilyen szimbólum helyett felhasználhatnak. De mi van akkor, ha felébred a szörny? Ilyenkor a nyomozóknak meg kell küzdeniük vele. Innentől nem a helyszíneket járják be, hanem csak a szörny ellen küzdenek, az ő feladatát kell teljesíteniük. Ilyenkor megadott szimbólumokat kell kidobniuk a kockával. Ha ez sikerül, akkor eltávolítunk egy dum tokent a szörny karakterlapjáról. Természetesen, amikor egy nyomozó befejezte a körét, az órát ilyenkor is előre toljuk, és amikor a végzett órája üt, a szörny visszatámad. Ilyenkor van, hogy mentális, van, hogy fizikai sebzést szenvednek el a nyomozók, de az is lehet, hogy különböző tárgyakat vagy egyéb tokeneket kell eldobniuk. Hogyha ezt nem tudják teljesíteni, akkor meghalnak, a játéknak pedig azonnal vége van, hogyha minden nyomozó meghal. Mivel mostantól bonyolultabb játékok is lesznek a csatornán, amiknek a szabály nem feltétlen fér bele a játékos videókba, vagy nem olyan egyszerűen érthető írott formában, ezért a jövőben mindig találkoztok majd ilyen szabálymagyarázó videókkal. Ha bármilyen egyéb részletre kíváncsiak vagytok, akkor a játék egyébként megtaláljátok a leírásban is. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig bármilyen kérdéstek lenne akár a játékkal, akár a konkrét szabályokkal kapcsolatban, akkor azt írjátok meg kommentben. Én Kaci voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! És csak kétszer van 40 gigás sikerült felmondanom.